lesz és hatalmas, csak a voltak igazára hallgass, mert az október végi tiszta lángos. Látom az ég felett, fölöttünk fényleni, békesség csillagát rajtunk lengedezni. Talán vérmezőben három színű zászló, a seregek ura legyen oltalmazom. Nem szánom véremet ontani hazámért, mégis fáj a lelkem az én otthonomért. Tisztelt újpesti ünneplők, hölgyeim, uraim! Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött, hogy hagyományainkhoz híven együtt ünnepeljük a magyarok 56-os forradalmát. Azt a napot, amelyen a magyarság sokadszor a történelemben, a lehetetlenre vállalkozva, kilátástalannak látszó helyzetben úgy döntött, saját kezébe veszi sorsát. Ünnepeink közül az 1956-os forradalomra való megemlékezés a legmagasztosabb. Nincs fájdalmasabb és gyönyörűbb regény annál, mint amit 62 esztendővel ezelőtt írt a történelem tolla, regény, melynek több milliónyi szereplője, több tízezer hőse volt, közöttük gyerekekkel, akik megértették a zsarnokság rémületes lényegét, szembeszálltak a tankokkal, és feláldozták kicsiny életüket a szabadságért. Ha nincs 56, akkor nincs 89. Ha nem győzzük le a Szovjetuniót, akkor nem omlik le a vasfüggöny, és nem egyesül újra Európa. A magyar szabadságharcnak önmagán túlmutató hatása volt. Térben és időben. 56 megváltoztatta a világot. Utána semmi sem volt már olyan, mint annak előtte. Mi magyarok egy erős hittel, hatalmas akarattal megáldott, összetartó nép vagyunk. Ezért létezünk, ezért vagyunk még mindig itt. Hiába próbálnak eltiporni minket nagyhatalmak, birodalmak. Azok már nincsenek sehol, mi pedig ma is itt vagyunk. Pedig mindig jóval nagyobb erők jönnek ellenünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzetek jövője mindig azon múlik, van erejük saját kezükbe venni sorsukat, vagy sem? Ha van ereje a nemzetnek kinyilvánítani, kik vagyunk, mi és mit akarunk, akkor az erős nemzetek közt lesz a helyünk. Akik azonban lemondanak az önmeghatározás szabadságáról és felelősségéről, akkor a gyenge országok közé süllyednek, vagy akár végleg eltűnnek a történelem színpadáról. A magányos vízcseppek hamar elpárolognak a forró kövön, de ha sokan vannak, ha összeadódnak, abból áradás lehet, áradás, ami képes elmosni a zsarnokságot, elnyomórendszert, idegen megszállókat. A forradalom Budapesten és néhány nagyvárosban kezdődött, és súlypontjai az országon kívül elsősorban az ipari városokban alakultak ki. Összefogott az ország. 62 esztendővel ezelőtt Újpest utcáin is felizzott az idő. Megmutatkozott, hogy a fővároshoz csatolt Újpest erős, önálló város és közösség maradt. Újpest az 56-os magyar forradalom egyik élharcos városa volt. Az újpestiek október 24-én ledöntötték a zsarnokságot jelképező szovjet emlékművet. Az országban elsőként itt, nálunk, az Egyesült Izzóban alakult munkástanács. A polgármesteri hivatalból, amit akkor tanácsházának hívtak, a Rákosi istajástársakat elzavarták, és a forradalom által megválasztott emberekből megalakult az Újpesti Forradalmi Bizottság. A bizottság működését, minden megnyilvánulását
intézkedését a tanácsháza előtt gyülekező tömeg ellenőrizte. Az épületre hangszórókat szereltek, és időről időre közölték a bizottság határozatait, intézkedéseit, felhívásait. A forradalmi bizottság órák alatt megszervezte Újpest békés életét is. Megszervezték az élelmiszer és gyógyszerellátást, biztosították a dolgozók fizetését. Sokak szerint a közellátás előtte soha nem volt olyan jó, mint a forradalom idején. Később, a megtorlások idején egy ügyész úgy fogalmazott, hogy Újpest azokban a napokban úgy működött, mint állam az államban. Ő ezt vádnak szánta, mi ma büszkék vagyunk rá. Tehát éppen ezért is van az, hogy mi ma is elsősorban újpestinek mondjuk magunkat, nem budapestinek, és úgy tekintünk Újpestre, mint önálló városra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sokszor hallok olyan véleményt innen is, onnan is, hogy a mai magyarok nem lennének képesek arra, amire az 56-osok képesek voltak. Azonban úgy látom, hogy ez nem így van. Én azt tapasztalom, hogy a mi szívünkben, a mi fejünkben mindig megszólal a tanítás. A te életed a te kezedben van. Mi nem felejtjük a történelmi leckét, a mi szabadságunkat, a mi függetlenségünket, a kiteljesedésünket senki más nem fogja akarni rajtunk kívül, vagy helyettünk, és ha mi nem küzdünk érte, senki sem fog. Nekünk mindig van elképzelésünk a jövőnkről, arról, hogy merre menjünk, milyen úton, hogyan rendezzük be az életünket, magyarul, hogyan rendezzük be az életünket itt Újpesten. Az elmúlt évek során is a magunk útját jártuk. Saját kezünkbe vettük a szakrendelőnk működtetését. Főváros 30 éven át elhanyagolta, mi saját erőből felújítottuk, azóta is folyamatosan látjuk el új és korszerű berendezésekkel. Szintén saját erőből újítottuk föl az összes háziorvosi rendelőnket, és építettünk egy vadonatújat. Önerőből építettünk saját uszodát. Sokan nem tudják, de a régi újpesti uszoda nem a miénk volt, hanem a fővárosé. Tönkre is ment úgy, hogy már nem lehetett megmenteni. Saját erőből építettünk új vásárcsarnokot a piacunknak, impozáns rendezvénytérrel a tetején. Sokáig tartana felsorolni, mi mindent valósítottunk meg az elmúlt években. De a legfontosabb, hogy azért voltunk erre képesek, mert az összefogás útját jártak. Legyünk rá büszkék, hogy erős, lokálpatrióta közösség a miénk. Újpest, jó értelemben véve, egy kicsit ma is állam az államban. 1956 példája, ahogy a magyar történelem számos más nagy eseménye, azt mutatta meg, hogy a magyar emberek igazi hangja mindig a józanész, a közös cselekvés és az összefogás hangja lesz. Ahogy minden évben e napon, ma is hajtsunk fejet Újpest hét kivégzett mártírja, dr. Rajki Márton, Kósa Pál, Csehi Károly, Gábor László, Gémes József, Koszterna Gyula és S. Nagy Sándor emléke előtt. Ők minden esztendőben azt üzenik nekünk, hogy mindenkor az összefogás és egymás iránti felelősségvállalás útját járjuk. Ha így teszünk, méltók leszünk 56 hőseihez és az ő szüleik nemzedékéhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!